A szlovák köztársasági elnök a szlovák köztársaság elnökének érdemérme díjjal tüntette ki Beke Sándort életművért, a szlovák köztársaság kulturális és tudományos életének fejlesztésében nyújtott jelentős érdemeiért. Beke Sándor nyugalmazott színigazgató, főrendező, a Kassai Színház megalapítója, és itt van velünk a stúdióban. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük. Jó estét kívánok. Sándor, sok szeretettel köszöntjük, de hát ugye nem csak erről ismerszik Sándor, hanem Eger ebben a Gárdonyi Géza Színház igazgatója és főrendezője is volt egy ciklus erejéig. Nagyon sok mindenről kéne, és nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni természetesen. A Zuszkve 120-150 rendezésről, ugye ez még nincs összeszámolva, ezt már megbeszéltük, hogy pontosan mennyi. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire változtatta meg a felvidéki magyar gondolkodás kultúrát, hogy annak idején, hát most már 52-53, vagy 68-69-ben létrejött a Kassai Tália Színház, amit Sándor alapított, ugye? Mi volt a motiváció, hogy egy ilyet csinálni kell Kassán, egy ilyen színházat, és valóban mekkora hatással volt a felvidéki magyar kultúrára? Hogy humorral kezdjem, mikor engem erről kérdeztek hivatalosan, meg nem hivatalosan, hogy miért éppen Kassa, akkor azt a választ kaptam, és már Szállóige felvidéken, hogy azért, mert Kassán jár villamos. Így már mindent értünk. Így már mindent értünk, igen. Kassán jár villamos. Na most azt kell elképzelni, hogyha a néző térképet maga elé képzel, hogy Bodrog köztől kezdve Gömörig nem kapott kultúrát hosszú ideig a magyarság. Tehát nem csak Kassáról van szó. Tehát Kassa központtá vált, mert ott jár villamos, és ott volt magyar színház valamikor is. Aha. És 68-ban egyszerűen olyan szelek fújtak, hogy engem a magasba repített, és megengedhettem azt a luxust magamnak, hogy én saját színházat alapítsak. Tehát ez ma elképzelhetetlen, és két évig még ilyen légkör volt, hogy tulajdonképpen szabadon úsztam a zavarosban. Tehát, és így sikerült ezt létrehozni, nagyon tömören meg akarom fogalmazni. De azért ez a színház alapítás azért mégiscsak egy hosszúra nyúló történet lett, ugye, és egy kicsit túlmutatott azon a gondolkodáson, hogy megengedhette magának Sándor, hogy színházat alapítson, hiszen azért az elmúlt 50 évben, 51-2 évben is sikerrel működik a Kassai Tália Színház. Hát kétségkívül arról van szó, hogy valami kisugárzása, plusz kisugárzása minden városnak van, Kassának is van. És másképp töltődik fel egy színész egy városban, nem mint egy, mondjuk egy olyan városban, ahol éppen ez a légkör nem adatik meg. És így Kassán mindig olyan színészek fordultak meg, és rendezők fordultak meg, aki ennek a légkörnek többletet adott. Tehát a mai napig működik, és jól működik ez a színház. Én többször mentem vissza Kassára, én szüntelen ingázó vagyok ennek a szakmának, tehát azt tudom mondani, hogy szükség volt rá, mindig ott voltam. Beszélgessünk akkor kicsit Egerről. 1996-tól 2001-ig igazgatta az Egri színházat, illetve Blaskó Balázs még vissza is hívta 2011-ben rendezni. Melyek a legkedvesebb Egerhez kötődő emlékei? Lehet több is. Hát erről azért nehéz beszélni, mert nagyon sok van. Tehát úgy kell elképzelni ezt a pillanatot, hogy újra kellett indítani a szabadtéri játékokat is például, újra kellett építeni a színházat is például, tehát... Ez egy jelentős, bocsánat a közbevágásért, ugye én 98-ban pont Sándor igazgatása alatt szerződtem ide Egerben, és utána következett a színház felújítása közvetlenül, ami azért egy óriási nagy eredmény, én azt gondolom. Ma már dicsekvésnek tűnik, de nem tudom másképp megfogalmazni, mint az igazat mondom, hogy mikor megnyertem a igazgatói pályázatot, akkor végigmentem a folyosón, és gyűrött linoleumok, minden az utca, és mondtam, hogy én színházban nem akarok igazgató lenni. Én pályázok, és fel szeretném újítani. Na most ez akkor kiverte a biztosítékot a megyeházán,
és én addig kilincseltem, addig jártam, amíg megszereztem azt a, kellett hozzá 10 sor írás, hogy önrészesedésbe beszállnak, és akkor a pályázat gyorsan lezajlott, volt egy tervezőm, az hosszú sztori lenne, pillanatokon belül készek voltak a színházi tervek, és megérkezett 1.300.000.000 forint, és egyetlen feltételem volt, hogy olyan nyertes válasszunk ki, aki egy év alatt kulcsra pontosan leadja a színházat. És ez megtörtént. Ez így is volt. És hát mai nap, hát a büszkeségem az, hogy ezt a vezényletem alatt megvalósíthattuk. De ennek a háttere az, hogy ez volt a legsikeresebb évadunk. Tehát az történt, hogy be kellett zárni a színházat, és hol játszunk. A megye azt javasolta, hogy ne játszunk, hogy álljunk le. Na most ez egy nagyon gyomorszájütés lett volna, és ezt nem fogadtam el. És akkor kitaláltuk, hogy mindenütt játszunk, ahol játszóhely van. És az összes művelődési házat, meg ifjúsági házat mindent becserkésztünk, és a legnagyobb sikereink ehhez az évhez kötődnek. Tehát most említhetném a rendkívül nagy sikerű Őszívű emberfiai voltak, őszívű ember, Piaf volt abban az évadban. Emberfiait, Edith Piafot, Cherbourgi esernyőket, a Vadkacsát, nem is tudom felsorolni, mert nagyon sok előadás volt. Előadást is csináltuk. 12 dühös ember. Tehát olyan repertoár volt, hogy nem is tudtuk igazán kijátszani. Tehát annyi, mindig teltházzal játszottunk, ez hihetetlen, és nem kellett szervezni. Nem kellett szervezni. Úgyhogy, tehát ez gyönyörűen társult ahhoz, hogy épül a színház, és közben virul a művészet. Úgyhogy ez nekem nagy büszkeségem. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez alatt az 5 év alatt, amíg Sándor igazgató és főrendező volt, addig Eger és a társulat is befogadta, hiszen 2 évvel ezelőtt, nem árulunk el titkot, a 80. születésnapján köszöntötte az Egri Gárdonyi Géza Színház Sándort, és örökös tagjává is választotta a színház. Ez egyébként emocionálisan Sándornak gondolom egy nagy büszkeség volt. Hát, vagy egy nagy elismerés az itt töltött időszak. Én ezzel nem számoltam, én soha se kitüntetéssel, se semmivel nem számolok. Én már 2 helyen vagyok, díszpolgár is, saját szülőfalomban és Komáromban is, ahol szintén alapítottam színházat később. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat lenne. Talán a kitüntetés is ennek a munkának szól, hogy 50 rendezésem kötődik tulajdonképpen Felvidékhez. Tehát úgyhogy, de hadd mondjak egy olyasmit, amit igazán büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy amikor Egri Színház igazgatója lettem, akkor 2-re vagyok büszke, akkor mindjárt az elején. Először is a Cantus Hungaricus megjelenesztem Illés Lajostól, és óriási sikerrel játszottuk végig. Ma nagyon sajnálatosan el van felejtve ez az óriási mű. A másik pedig az, hogy megrendeztem Kassai, Egri és Komáromi színészekkel közösen Ratko Józsefnek Segítsd a király című drámáját, amelyik, na mit gondol, hányszor mehetsz egy ilyen darab? Hányszor játszhatják? Van erre egy ilyen limit? Mondjon egy... 50-szer. Még duplázza meg. 100-szor. 120-szor. Elképesztő. Na most ezt tudom mondani, hogy hol van ma az a színház, hol van az a rendező, aki megengedheti azt a luxus magának, hogy ezzel eldicsekedhet, hogy 120-szor megy egy rendezése. Tehát hihetetlen, tehát azért már István királyra éppen napokban emlékeztünk, tehát nekem ez nagy büszkeségem ilyen szempontból. A másik büszkeségem az, hogy az általam megalapított Kassai Színházban, ha 50 előadás alatt ment egy darab, akkor én azt hittem, hogy bukás. Az volt a minimum akkor. Igen, az volt a minimum. Az Énekes Madarat 77-szer játszottuk, a Két Úr Szolgáját 77-szer játszottuk, Sarkadi Előszert Paradicsomát 60, nem tudom hányszor, tehát nem akarom felsorolni, csak az első évadot. Így van. Csongor és Tündét is. Igen. Tehát hihetetlen, tehát engem a sikerek elhalmoztak, a közönség szeretete kárpótolt mindenért, úgyhogy
Tehát a kettőt, ha összekötöm, akkor visszatérve Egerhez, akkor ugyancsak a vadkacsa sikere. És a másik az, hogy elindítottuk a szabadtéri játékok folyamatosságát. Tehát bemutattuk a Mária evangéliumát, István a királyt bemutattuk, tehát János Vitézt bemutattuk, Szent Péter esernyőjét bemutattuk. Tehát, ugye ez egri csillagok szabadtéri rendezése. Egri csillagokat és ugye hoztam ide, rendeztem. Írattam át, és 6 új számot írattam bele. Ma is azzal megy. Igen. Ma is az a variáció megy. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és hát így még az egri csillagok is hazajöttek Egerbe. Kicsit igen. Sándor, ugye arról beszéltünk, hogy 120-150 rendezéssel a háta mögött. Van még olyan valami, amit mindenképpen szeretne megrendezni az elkövetkezendő időben? Van még valami álom, ami mindenképpen színpadra kívánkozik Sándor gondolcsolásában? Ma már inkább olyasmiben gondolkodom, hogy milyen darabot iratnék és kivel. Tehát nincs feldolgozva rengeteg téma a történelmünkből, amit nagyon szeretnék. Szeretnék Gárdonyiról íratni egy darabot például. Tehát hadd ne soroljam, csak még a szerzőket is keresem hozzá, meg amíg a téma nem gyűlik össze az agyamban, addig a szerzőt nem keresem, hogy ki lenne az, aki megírhatná. Úgyhogy nem apadt ki még a fantáziám. Hála Istennek! És milyen különbözőségek vannak az egri és a kassai színház között, hogyha lehet egy ilyen kis összehasonlítást felvázolni esetleg? Erre nehéz válaszolni. Vagy milyen hasonlóságok vannak az egri? Nem, nehéz válaszolni, de a különbség az talán, hogy a Kassán a művészeknek ez a feltétel nélküli lelkesedése, ez még mindig megvan. És ez egy olyan, mintha egy segédmotor lenne egy motor mellett. Tehát egy művésznek, ha van egy ilyen feltétel nélküli lelkesedése, mert nagyon akar, az egy olyan hajtóerő, amelyik mindig túllendíti a szerepkeresési kínlódásokon. És akkor hamarabb megtalálja, és hamarabb van öröme alkotásból. Tehát ha szakmailag kellett volna megfogalmaznom, akkor így fogalmaznám meg. Érdekelne még engem, hogyha az elmúlt, nem mondjuk hány évben, sok évben, van olyan rendezése, amit úgy fölrakna a polc tetejére, Sándor? És azt mondja, hogy igen, ez én vagyok. Mert azért mégiscsak egy életműről beszélünk, és azért nem kevés az a 120-150 rendezés, de hogy van-e egy olyan, nem sértünk meg senkit nyilván, aki kimaradna esetleg ebből kollégaként, de hogy kíváncsi lennék arra, hogy mi az, ami... Nem tudok igazán, mert hogyha azt mondanám, hogy a legkevésbé ismert rendezésem, az a Müsszének a Lorenzacsója volt Revicki Gáborral a főszerepben és Baskó Péterrel a főszerepben Miskolcon, akkor erről már senki nem tud semmit, mert a közvetítést letiltották. Tehát, na most ezt senki nem ismeri, ezt a Bedicsieknek ezt a történetét. Utána megpróbálták meg leutánozni, de hát az már csak halvány mása volt. Úgyhogy ha az volt olyan számomra, ami felemelő volt, annyira felemelő, mert hát akkor divat volt a Koszos Színház. És én ellene mentem mindennek, és ez a Szép Színháznak a trúvája volt, előtte pedig a Monna Vanna szintén, Miskolcon. Ennek alapján neveztek utána Kecskemétre főrendezőnek, úgyhogy hosszú a történet. Ez még 78-ban volt, 77-78-ban volt. Egy kicsit most erre leütök, erre a Szép Színház meg Koszos Színházra, jó? Hogy ezt egy kicsit erről beszéljünk néhány mondatban, ha lehet egyáltalán erről beszélni, hogy mit értett Sándor az alatt, hogy Szép Színházat csinálni akkor, amikor egyébként a Koszos Színház volt divat?
Hát nagyon egyszerű a válaszom. Tehát úgy képzeljétek el, hogy akkor minden ilyen szürkére festett kerítés, meg fonott kerítés, meg nem tudom milyen a díszlet, mindenki topis ruhába jár, meg rongyos ruhába jár, meg minden. Én mondtam, én ilyen színházat nem akarok csinálni. Uh-huh. Akkor kollégáim, akiket én nagyra becsülök mai napig, Kaposváron ők vitték ennek a... ott volt a prím. És én pedig azt mondtam, hogy én pedig a neoromantika felé fordulok, és a szép színházat úgy, hogy a legszebb kosztümöket Posonyból hívta meg a legtehetségesebb tervezőnőt, úgy hívták, hogy Bezáková Helenka, és ő akkor csúcson volt akkor, és vele tervezhettem a kosztümöket például, hogy olyan legyen, hogy mindenki megcsodálja. És akkor a díszletet is, azt pedig Kassáról hoztam a főszenékust, mert ott volt időm nyáron bütykölni azon, hogy szép díszlet legyen, és olyan szép, hát például elképzelhetetlen gyönyörű díszlete volt a Matterling darabnak például, hát a égszínkék, körfüggöny, még nem tudom, hogy csinálta, tehát az ma már megmosolyogtató, de gyönyörű volt, és nagyszerű díszlet, és hozzá kell tennem, a világ összes díszletei közül, mikor kiállításom volt, az ezüstérmet mi hoztuk el. Hát ez a szép színház akkor. Így van, ez a szép színház. Szeretnénk még egyszer gratulálni a díjhoz, és hogy befáradt hozzánk. Így van, és Sándor, reméljük, hogy találkozunk még munkában töltve az időt is, akár Egerben, akár máshol, mert ez azt jelenti, hogy ugyanan aktívan tölti majd a hátralévő sok-sok színházzal töltött évet, mint az eddigieket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és egy kicsit folytassuk még ezt a beszélgetést máskor, mert kiapadhatatlan. Csodákról, így van. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen, Sándor, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen.